A Nyírtelek határában lévő tanggazdaságban már január közepén elkezdték metszeni az almafákat a szakemberek. Az optimális időpontja ennek a munkafolyamatnak azonban jó másfél hónappal később, márciusban lenne. A korai kezdést nem csak munkaszervezési okok indokolták, hanem a szokatlanul enyhe téli időjárás is. Ha az elmúlt 100 év adatait megnézzük, és itt Nyíregyháza környékén megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy az átlag hőmérséklet az közel, az éves átlag hőmérséklet egy 10,5 fokról 12 fok fölé növekedett, tehát több mint másfél fokkal nőtt. És a nyári időjárást azt ugye mindannyian tapasztaljuk a bőrünkön, hogy másfél-két fokkal melegebb, az őszök is általában melegebbek, és a tél pedig kifejezetten melegebb, hogyha megvizsgáljuk az adatokat. Ez azt jelenti, hogy közel 2-2,5, néha 3 fokkal melegebb átlaghőmérsékleteket mérhetünk télen, és sajnos a tavaszaink pedig nem melegedtek számottevően, sőt egyes hónapokban még hűvösebbek is. A klímaváltozás felborítja a természetet, ennek több jele is van. Például, hogy olyan új kártevők jelentek meg, mint a poloska. Nagyobb egyedszámmal, több nemzedékkel jelentkeznek az őshonos kártevőfajok is. A korai meleg problémát okozhat az egyes arra érzékeny kajszi és őszi barack fajtáknál. A mélynyugalmi állapot elmúlásáról egy fiatal, 3 éves fa mellett beszélt híradónknak a tanggazdaság vezetője. Megindul a növényeknek egy erőteljesen netkeringése, és elkezdenek megduzzadni a rügyek. Sajnos nagyon sok olyan őszi barack és kajszifánk van, aminél ez a mélynyugalmi állapot egy picit rövidebb, és ez azt jelenti, hogy már akár január végén feloldódhat, és egy-egy ilyen meleg, mint ami most jellemző napjainkban, az feloldhatja a mélynyugalmat, nem megy át a növény kényszernyugalomban, és elkezdenek duzzadni a rügyek. Itt még a kezdet-kezdetén vagyunk, tehát ezek a rügyek még éppen nyugalomban vannak, de nagyon-nagyon rövid idő választja el őket attól, hogy beinduljanak, és azt tudjuk, hogy mivel jár az, hogyha a netkeringés beindul, a rügyek elkezdenek kifejlődni, egy korábbi virágzás, akár kihajtás hatalmas fagykárokat és termésveszteséget okozhat. Akár 100%-os is lehet a veszteség. A növényállomány biológiai igényeinek egyedül a kedvező csapadék mennyiség jön jól. A szakember a fatörzsek lemeszelését is javasolja, ez ugyanis védi a napfénytől és akadályozza a törzsek felmelegedését. Ezzel elejét vehetik annak, hogy a nagy hőingadozások következtében berepedezzen a fatörzs. A résekben ugyanis meg tudnak telepedni a különféle károsítók, gombák. Minden egyes növénynél nagyon-nagyon fontos egy kiegyensúlyozott tápanyaggazdálkodás. Ugye tudjuk azt, hogy akár humán viszonylatban is, hogyha sokszínűen táplálkozunk, vitaminokat, mikroelemeket viszünk be, akkor az nekünk kifejezetten jót tesz. Hát így kell tekinteni a növényekre is. Tehát ne tegyük azt, hogy egyoldalúan nagy adagú műtrágyákkal hajtjuk, serkentjük a növényeket. Sokkal hasznosabb ettől komposztok, szerves trágyák használata, amik egy sokrétű tápanyag ellátást biztosítanak, és ezzel, hogyha jó karban vannak a növényeink, akkor lényegesen erősebbek, és jobban átvészelik a betegségeket, vagy a kártevőknek a támadásait. Hasonló segítség lehet nekik a rendszeres öntözés. És itt a rendszeres öntözés alatt a gyümölcstermő növényeknél azt értjük, hogy nagyobb vízadagokkal, inkább ritkábban, tehát nem csak ha megpermetezzük egy picit a föld tetejét, az ugye egy-egy gyümölcstermő növénynek nem segít, hanem egy-egy nagy adaggal inkább hetente vagy inkább 2 hetente nagyobb vízadagokkal visszapótolni a vizet. A várhatóan megszaporodó növényvédelmi teendők tetemes költségemelkedéssel is járnak majd. A hivatalos adatok szerint tavaly a műtrágyák áremelkedése 3-4-szeres, a növényvédő szerekké pedig 10-30%-os volt. Az előrejelzések szerint az idei növényvédőszer áremelkedés még ennél is nagyobb mértékű lehet.